Üdvözlöm Önöket! Ez a Közügy, az Öböl Televízió közéleti magazinja. A következő témákkal foglalkozunk műsorunkban. Először a vékony jégre, a Balaton téli veszély forrására hívják fel a hatóságok a lakosság figyelmét. Majd a férfiakat egyre nagyobb számban érintő prostata vizsgálatról beszélgetünk urológus vendégemmel. Majd a Balaton Regionális TDM Szövetség tisztújító közgyűléséről készült összeállításunkat láthatják. Már is kezdünk. A Somogy megyei katasztrófavédelem jégről mentési gyakorlatával hívta fel a lakosság figyelmét a téli Balaton veszélyeire. A tó jegének vastagsága a vízirendészet álláspontja szerint nem alkalmas semmilyen sport vagy szabadidős tevékenységre. Horgász sétál a jégen, léket vág a Balatonba, hogy pecázzon egyet. De mi van, ha nem elég óvatos, vagy nem méri fel jól a jég vastagságát, és beszakad alatta a biztonságosnak hitt, fagyott vízfelszín? Ezt a feltételezett szituációt szimulálta jégről mentési gyakorlata során a siófoki hivatásos tűzoltó parancsnokság. A téli Balaton elég sok veszélyt rejt magában, ugye befagyott, ezáltal a jég csalogatja mind a sportolókat, mind a horgászokat egyaránt. Ilyenkor mindenféleképpen figyeljünk oda, hogy csak a hatóság által engedélyezett helyen, és soha nem egyedül hódoljunk szenvedélyünknek, hobbinknak, sportnak vagy a horgászatnak. Mindenféleképpen készüljünk föl. Itt szintén ugye egyedül tartózkodást mellőzni kell, egy feltöltött mobiltelefon mindenféleképpen ajánlatos, ezt lehetőleg vízmentes helyen, zacskóba csomagolva próbáljuk magunknál tartani. Kikötők területén, tiltott helyeken természetesen nem szabad a jégre menni. Egyéb veszélyforrásként jelentkezhetnek a tó felületén keletkező úgynevezett rianások, vagy akár a Balaton felszíne alatt található hőforrások által kiolvasztott részek, vagy be nem fagyott részek. A Baross Gábor szakközépiskola tanulója riasztja a mentőcsapatot a pecás nagy szerencséjére. A felkészült tűzoltók a szabályzatot követve speciálisan ilyen esetekre rendszeresített kevlárborítású mentőpallóval végzik a mentést, amelyet a jégszilánkok sem vágnak vagy szakítanak ki. Mivel hogy a siófoki hivatásos tűzoltóság ugye itt van a Balaton partján, nekünk állandóan készenlétbe kell állnunk ezekre az esetekre, amennyiben a Balaton befagy. Állandóan gyakoroljuk ezeket a szituációkat, hogy hogyan tudjuk kimenteni a Balatonból a beleesett embereket. Hogyha sokáig tart a vonulás, megmondom őszintén, hogy az embernek nem túl sok esélye van a túlélésre, ezért is kell óvatosan bánni itt a Balaton jegével, mivel egy 15 percen belül szinte biztos, hogy kihűl az emberi test, akkor általában már csak a holttestet tudjuk kiemelni. Ha időben kiérkezünk, vagy pedig egy civil észreveszi, és vagy több civil is megpróbálják kimenteni a bajba jutottakat, akkor van esélye a túlélésre. Rendben lehetünk! A balesetet szenvedett férfit mentőkötél biztosításával húzták ki, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik készenlétben várták a parton, hogy megkezdjék a szakszerű elsősegélynyújtást. Sok hasonlóan óvatlan ember, aki egyedül merészkedik a tó jegére, nem számíthat külső segítségre. Ilyenkor a hideg miatt fokozatosan tudat és szívritmus zavar állhat be, valamint leállhat a légzés és a keringés is. Ezért minél hamarabb a partra kell kerülnie. Az elsősegélynyújtás egy ilyen helyzetben, hogyha ő saját maga ki tud jönni a fagyos vízből, akkor abból áll, hogy a vizes ruháitól őt meg kell szabadítani, hogy a további lehűléstől megvédjük, vagy hát megvédje magát. Meleg takaróba kell csavarni, meleg folyadékot kell kortyoltatva itatni vele, illetve hát az ellátása ugye az ő állapotától is függ, hogyha olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud saját maga kijönni a vízből, akkor nagyon hamar le fog az ő testhőmérséklete hűlni, úgyhogy életveszélyes állapotba kerül. Hogyha a katasztrófavédők kimentik, akkor tudjuk mi őt ellátni, és az ellátás ugye az elsősegélynyújtásból áll, tehát mi is ugyanúgy megszabadítjuk a vizes ruháitól őt, továbbiakban mi tudunk neki oxigént adni, melegített infúziót, illetve tudjuk biztosítani a légzését, a keringését, és kórházba szállítjuk, mert ott fogja megkapni a végső ellátást. Egy ilyen jégbeesés, vagy jeges vízbeesés kapcsán milyen változások állnak be az emberi testnél?
Először izomremegés fog fellépni, akkor, amikor még eszméleténél van, illetve kicsit megemelkedik a pulzusa is, így védekezik ugye a kihűlés ellen. Hogyha ezek a tartalékok kimerülnek, akkor tudatzavar lép fel, lassul a pulzusa, illetve később szívritmuszavarok, és kóma, és légzés és keringés leállás. Ha az intelmek ellenére a jégre merészkedünk, a jégfelület vastagságát kopogtatással vizsgáljuk meg, és kerüljük a repedéseket, töréseket. Ha megreped alattunk a jég, akkor feküdjünk hasra, hogy minél kisebb nyomással nehezedjünk a felületre, és lassú mozdulattal kusszunk a part felé. A hatóságok bíznak abban, hogy a téli örömök valóban megmaradnak örömnek, és nem alakulnak át tragédiává. Térségünkben talán Balatonkenesénél van a legnagyobb jégfelület a Balaton vízén, viszont még ez is elég csekély. Így itt sincs kijelölt terület, amelyen a korcsolyázni vagy csúszkálni vágyók hódolhatnának szenvedélyüknek. Az ilyen helyek kijelölése és biztosítása a település önkormányzatának feladata. Sokan várják, hogy a fagyos Balatont is birtokba vehessék sport és szabadidős tevékenység céljából. A szakemberek szerint csak 10 cm feletti jégvastagság lehet biztonságos, de sok helyen okozhat meglepetéseket a tó, ami magában hordozza a baleset vagy az életveszélyt is. A víz felszínén eltérő vastagságú lehet a jég, ráadásul néhol üreges, ezért könnyebben törik. Mi több, gyakori a balatoni jég rianása, s a hosszanti repedések miatt a jégen tartózkodás veszélyessé is válhat. Jelenleg a Balaton jégfelülete sportolása, igen tartózkodása alkalmatlan. Nagyon sok nyílt vízfelület van még a tó közepe felé, és hát a part mellett is eléggé hektikus a jégvastagság. Nagyon heterogén összességében a jégfelület. Itt is mögöttünk tapasztalható jégvastagság is teljesen változó. Az 1 centitől az 5 centig, a 10 centig is terjedhet. Úgyhogy összességében veszélyes ma a Balaton jegén tartózkodni. A jégpálya kijelölés az egy teljesen jelenleg szabályozatlan eljárás. Mi elsősorban azt ajánljuk, hogy azért jelölje neki fizikailag, nem jogilag jégpályát az önkormányzatok, vagy esetleg közösségek, egyesületek, azokon a partszakaszokon, amit már biztonságosnak találnak, mert sokkal biztonságosabb a kollektív jégen tartózkodás, mint az egyéni. Ezekben az esetekben, mikor jégpálya kijelölésről szó lehet, mert későbbi jégrendezvénynek, jégkarneválnak adhat helyet majd akkor, amikor biztonságos a jég, akkor ebben a vízirendészet szakemberei segítenek. Milyen jégvastagság vagy körülmények szükségesek ehhez a jégpálya kijelölés? Hát nyilván nem csak a hőmérséklet, hanem a szél leállása is szükséges ahhoz, hogy egy megfelelő jégvastagság kialakulhasson. Az elmúlt napokban azért többször volt viharos szél, és ezért nem tudott a tó nagy része még úgy megfagyni, úgy beállni, hogy az alkalmas legyen és biztonságos legyen. Nem lehet exakt jégvastagságot mondani. Mi úgy gondoljuk, hogy a 10 centit meg kell, hogy haladja a jégvastagság egy embernek a biztonságos megtartására is, és csak a későbbiekben ezt követően, tehát a nagyobb jégvastagság felett lehet arról szó, hogy esetleg csoportok tartózkodhassanak együtt a jégen. A napokban erős szél és csak fagypont körüli hőmérséklet jellemzi térségünk időjárását. Hétvégén még éjszaka sem jósolnak mínuszokat. Így a szakemberek szerint ezek a hatások nem kedveznek a jegesedésnek, a korcsolyázni vágyóknak tovább kell várnia. Egyre nagyobb figyelmet kap a világban a prosztata megbetegedések kapcsán a vizsgálat jelentőségének fontossága. Dr. Gécs Sándor, urológus, a Csolnoki Kórház osztályvezető főorvosa a vendégem, akivel erről a témáról beszélgetünk. Üdvözlöm a stúdióban. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket én is. Akkor kezdjük azzal, hogy pontosan milyen területeket vizsgálnak az urológián. Az urológia az a vizelet kiválasztó szervrendszer megbetegedéseivel foglalkozik, plusz a férfi nemi mirigyeknek, a férfi nemi szerveknek a megbetegedéseivel foglalkozó orvosi tudományág. Gyakorlatilag ebben beletartozik nyilván a különböző vese gyulladásos megbetegedései, kövesbetegségek, daganatos megbetegedések, a húgyvezetékeknek a hasonló megbetegedései, a húgyhólyag megbetegedései, a prosztata megbetegedés, mint férfi nemi mirigy megbetegedése, a here, a férfi nemi szerveknek a megbetegedései. Itt nyilván a gyulladások, daganatos megbetegedések, köves megbetegedések, egyéb fejlődési rendellenességek is ide tartoznak. Mi pontosan a prosztata funkciója? Mert ugye nagyjából a többi szervnek a szerepével tisztában vannak az emberek, ez talán egy ilyen
fekete folt ebben az információ. Gyakorlatilag a prostata az fiatal korban nagyon fontos funkciót tölt be, idősebb korban meg elég sok problémát okoz, amikorra meg már ez a funkciója gyakorlatilag nem annyira használható. Gyakorlatilag a prostata adja azt a váladékot, ami a hímivar sejtek működéshez, tehát a megtermékenyítéshez, a normális nemzőképességhez szükséges, olyan anyagokat tartalmaz, amiben a hímivar sejtek jól tudnak mozogni, megfelelő tápanyagokat biztosít, és ehhez a nemzőképességhez fontos feladata van fiatal korban. Idősebb korban sajnos, mivel maga a prostata, ez egy gesztenyényi szerv, és ilyen a formája is, a húgyhólyag alatt helyezkedik el közvetlenül a medencefenék alján, és ezen keresztül megy át a húgcső. Idősebb korban a prostata elkezd növekedni a mirigyei, és összenyomják a húgcsövet, és emiatt gyakorlatilag vizelési panaszok alakulhatnak ki. Ez általában egy jó indulatú prostata megnagyobbodás, de prostata daganat esetén is, hogyha a folyamat előre haladott, akkor szintén okozhat ilyen tüneteket. Tehát gyakorlatilag idősebb korban sajnos a prostata több panaszt okozhat. Mit nevezünk olyan jellegű vizelési panasznak, ami a prostata működésből eredhet? Tehát ahogy mondtam, hogy a húgcső átmegy a prostatán, emiatt a vizelet normális sűrülése akadályozott lehet, hogyha a prostata mirigy állomány elkezd növekedni, összenomja a húgcsövet. Ez azt jelenti, hogy gyakrabban kell pisilni az embernek, éjszaka többször fel kell pisilni, a vizelet sugár vékonyabban ürül, időnként szakadozott lesz. Ugye azt mondják, hogy fiatal korban az ember átpisil a kerítésen, és idősebb korban pedig a cipője hegyére pisil. Tehát mondjuk ez egy látványos különbség a vizelet sugarának, az a vizelet áramlásnak a csökkenésében, de valójában így van, tehát hogyha minél kisebb keresztmetszeten kell átnyomni a hólyagnak azt a vizelet mennyiséget, amit ki kell üríteni, ez gyakorlatilag egy vékonyabb vizeletsugarat eredményez. Ehhez még más olyan tünetek is társulnak, ami zavarja, ingerli a hólyagot, sürgető vizelési ingerek vannak, elcseppen egy-egy vizelet a vizelés végén. Gyakorlatilag ezek azok a fő panaszok, amik jelentkeznek. Általában nyilván ezeket más betegségek is okozhatják, néha ezért kell elkülöníteni esetleg az, hogy az illetőnek esetleg daganatos megbetegedése vagy jóindulatú prostata megnagyobbodása van, mert néha például a daganat még nem okoz tüneteket, de jelentkezhet a prostatán belül. Tehát alapvetően, hogyha esetleg ez a vizelés bármilyen fájdalommal jár, akkor az már egy mellék, vagy egy összetette probléma, vagy az is még mindig hát, lehet? Ha valakinek fájdalmas vizelése van, gyakorlatilag nyilván ennek a hátterében lehet húgyhólyagkő, amikor a hólyag alapot ingerli például a kő, és emiatt egy fájdalmat okoz, de lehet fájdalmas vizelési inger például gyulladásos megbetegedésekben, amikor egy húgyhólyag nyálkahártya prostata begyullad, és emiatt a húgcsövet is összenyomja, plusz hát nyilván a gyulladásos tünetek miatt még a fájdalom is jelentkezik, de lehet daganatos megbetegedés esetében is, amikor olyan előre haladott folyamatról van szó, hogy a prostata környékén, illetve hát a kialakuló másodlagos tünetek miatt fájdalom is jelentkezhet, mind a kismedencében, mind az egyéb szerveken, csontokban, hogyha ott esetleg áttét képződik. Már említette ugye a prostatarákot az imént, hogyan és minek a hatására alakulhat ki ez a fajta gyakorlatilag betegség? A prostatarák pontos okát nem ismerjük. Több tényezőre vezethető vissza gyakorlatilag. Szerepet játszik mindenképpen benne az életmód, különböző táplálkozási szokások, megfigyelhető különböző földrajzi különbségek, például Amerikában, Észak-Európában jóval gyakoribb az előfordulása a prostataráknak, mondjuk, mint például Dél-Kelet-Ázsiában, és Európában is az északi országok között nagyobb számban fordul elő a prostata rákos megbetegedéseknek az előfordulása. Nyilván, ha például ez magyarázható azzal, hogy életmódi szokások, táplálkozási szokások is felelősek ezért, tehát nyilván mások az ázsiai táplálkozási szokások, nem annyira bő, zsírdús, füstölt ételeknek a fogyasztása van előtérben, mint esetleg a fejlett országokban, Egyesült Államokban vagy az északi országokban, ahol a bő zsíros étkezések visszavezethetők erre, de sajnos nem tudjuk egyértelműen az okát. A másik ilyen fontos tényező az örökletes tényezők, tehát hogyha valakinek közvetlen ágon testvérének, fiú testvérének vagy édesapjának prostatarákos megbetegedése van, akkor ő neki
gyakorlatilag minimum kétszeres vagy akár többszörös lehet a prostatarák előfordulási esélye. Tehát ilyen embernek fontos, hogy esetleg korábban menjen urológiai vizsgálatra, hiszen ezek az örökletes tényezők emelik a prostatarák előfordulásának a kockázatát, a rizikó tényezőjét. Gyakorlatilag pontosan, mint ahogy mondtam, nem ismert, tehát számtalan ilyen tényező befolyásolhatja. Igazából foglalkozási dolgok nem jelentenek annyira jelentős tényezőt, környezeti ártalmak, táplálkozás és a genetikai tényezők azok, amik inkább szerepet játszhatnak, de pontosan azokon nem ismert. Azt lehet esetleg tudni, ha már az életmódot és a táplálkozást említette, hogy mik azok, amik károsabbak, és mik azok, amik kedvezőbb hatást fejtenek? Hát gyakorlatilag az ülő életmódok, a táplálkozásnál nyilván az elhízásra hajlamosító táplálkozások, a gyors étkezések, a különböző nehéz zsírokat tartalmazó ételek. Nyilván a zöldségek, halak, rizs és egyéb fogyasztása, ami a távol-keleti országokban sokkal jobban elfogadott, az kevésbé hajlamosít esetleg prostatarákra, de nincs akkora jelentősége valójában az étkezésnek. A sok ülés gyakorlatilag az szerepet játszhat, az inaktív életforma. Tehát a mozgás és azok a életformák fontosak, hogy az ember azért naponta minél többet mozogjon, és az ülő életforma az kevésbé, de ennek sincs akkora jelentősége, tehát azt gondolom, hogy nem kell inkább az bizonyos örökletes dolgokra hegyezném én ki a hangsúlyt, az lenne az elsődleges. Tehát, hogyha valakinek a családjában közvetlen volt daganatos megbetegedés, vagy ismert, akkor jó, hogyha szűrjük, mert ott jóval nagyobb az előfordulás. Természetesen ezekre a dolgokra is oda kell figyelni, hogyha az ember próbálja meg naponta rendszeresen mozogni az ülő életforma esetén, amennyire lehet, ha nem informatikus és nem kamionsofőr, ami sajnos mondjuk nyilván nehezíti a munkájánál fogva, de ezek fontos tényezők, hogyha az ember ezen akar változtatni. Említette az örökletes betegséget, hogy akinek közvetlenül felmenője érintett volt, az nagyobb százalékban betegszik meg. Lehet ezt tudni, mert ugye azért én, ahogy tudom, azért olyan nagyon régóta nincs a köztudatban olyan értelemben a prostatarák, hogy kellőképpen foglalkoztak volna vele az emberek. Talán emiatt is kap egyre nagyobb hangsúlyt az elmúlt években, és kampányszerűen hívják fel a szűrésre a figyelmet. És talán pont ezért, hogy ez egy olyan jellegű betegség, amivel ritkábban, vagy talán kényesebb is nem igazán fordulnak az emberek orvoshoz, nem feltétlenül tudják elegen azt, hogy közvetlenül felmenüljük. Jó néhány évvel ezelőtt az Európai Urológus Társaság kitűzte azt a célt, tehát egész Európában, hogy fölhívja a prostata megbetegedésre a figyelmet. Ez mind a jó indulatú prostata megnagyobbodás tekintetére, mint a prostatarák, mint a férfi dolgok esetében. És ezt a Magyar Urológus Társaság is támogatta, rendszeresen voltak évente kampányok. Gyakorlatilag szeptemberben volt egy ilyen nap, aztán később prostata hetet végeztek. A magyar sajtóban is, médiában is volt erre vonatkozó kampány az elmúlt időszakokban, ahol híres emberek segítségével keltettük fel a figyelmet arra, hogy figyeljünk egy kicsit oda többet magunkra. Ennek az a jelentősége gyakorlatilag, hogy ezek a betegségek néha valóban okoznak tüneteket, akkor nyilván megvannak azok a tünetegyüttesek, amikor urológushoz kell fordulnunk, de hogyha nem okoznak tüneteket, és korai stádiumban van még egy prostata rákos megbetegedés, akkor még bizonyos esetekben műtéttel gyógyítható véglegesen. Tehát hogy azokat az eseteket kiszűrni, hogy ne olyan állapotba kerüljön valaki orvoshoz, amikor már csak tüneti kezelésre van lehetőség. Tehát tegyünk mi is annyit az egészségünkért, hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a férfi lakosságnak is kell törődni magával, nem úgy csak, mint a női oldalnak, hogy elmegy a nőgyógyászhoz bizonyos időszakokban vizsgálatokat elvégeztetni, hanem bizonyos kor fölött a férfiaknak is el kellene menni urológushoz, ha nincs panasza akkor is. Tehát az azt jelenti, hogyha mondjuk valakinek örökletes megbetegedésre lehetősége van a felmenői révén, akkor 45 év felett érdemes elmenni urológushoz, elvégeztetni azokat a vizsgálatokat, amivel esetlegesen meglévő prostata daganatnak a kiszűrésére lehetőség van. Akinek nincsen ilyen örökletes betegségre hajlama, gyakorlatilag annak 50 év felett érdemes évente egy urológiai vizsgálatra elmenni, ha nincs még panasza akkor is. Nyilván, ha panasza van, akkor meg egyértelműen. Tehát eznek az a fontossága, és azért volt ezeknek a kampányoknak, felhívásoknak is a jelentősége, mert Magyarországon
elég nagy számba kerülnek még mindig olyan felismerésre olyan betegek, akik már csontáttéttel előre haladott állapotban kerülnek orvoshoz, és akkor tényleg csak tüneti kezelésre van lehetőség a csont fájdalmaknak az enyhítésére, és a daganat bizonyos fokú gyógyszeres kezelésére, tehát gyógyító jellegű beavatkozásra, végleges gyógyításra ilyenkor lehetőség már nincsen. Említette a 45 éves kor fölötti korosztályt. Azt lehet tudni, hogy ezen kívül, vagy nagyjából hogyan oszlik el, milyen a koreloszlás ennél a megbetegedésnél, hogy ők a legveszélyeztetettebbek, vagy ez korábban is kialakul? Történt egy nagy felmérés, balesetben elhalt emberek prostatájának a feldolgozása kapcsán, ahol kimutatták azt, hogy már egészen fiatal korban is előfordulhat a prostatában mikroszkopikus méretben daganatos megbetegedés, és az életkor növekedésével, ami szintén egy rizikótényezője a prostatadaganatos megbetegedésnek, gyakorlatilag az előfordulási aránya nő. Tehát azt kell, hogy mondjam, mondjuk 50 év felett nagyobb az esélye, hogy valakinek a prostatája tartalmaz már daganatos gócokat, és ha 80 éves, akkor annak valószínűleg biztos, hogy van már a prostatájában daganatos megbetegedésre utaló elváltozás, viszont nem biztos, hogy ez okozza a halálát. Tehát pontosabban a szűréseknek, a vizsgálatoknak az a jelentősége, hogy olyan embereknél, akinél a családjában kimutatható volt korábban a daganatos megbetegedés, történjen korábban vizsgálat, időbe kerüljön felismerésre a betegség, és ne akkor, amikor esetleg már tényleg a betegnek a halálát okozza. Ez a jelentősége gyakorlatilag, és a 45 éves kor, azt tudom mondani, hogy valóban akinél előfordult a családban, érdemes évente elmenni egy ilyen vizsgálatra, akinél nem, annak viszont 50 év felett érdemes, mert 50 év után gyakorlatilag a jó indulatú prostata megnagyobbodásnak is az előfordulása emelkedik. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk ebben a korcsoportban 50-60 év között 50%-unknak van már valamilyen mértékű jó indulatú prostata megnagyobbodása, aminek vizelési panaszok is jelentkezhetnek már a terében, vizeltürítési zavar, lehet, hogy ezzel az ember elfogadja azt, hogy na, most már romlik, nem tudok olyan messzire pisilni, viszont ha ezen szeretnénk segíteni, vagy olyan a munkája, hogy zavarja az, hogy 3 óránként el kell menni pisilni, akkor nyilván erre lehetőség van bizonyos gyógyszeres kezelésekre, kivizsgálásokra. Nagyon sokszor a televízióban látunk reklámokat, nem kívánom megnevezni azokat a hirdetéseket, hogy folyógondjai vannak, vizeltürítési problémája van, szedjen ezt meg azt. Ez bizonyos enyhe esetekben hatékony kezelési mód is, de ehhez nem árt, hogyha előtte orvos megvizsgálja, és valóban megállapítjuk azt, hogy milyen stádiumú prostata, jó indulatú megnagyobbodása van, van-e gyanú arra, hogy esetleg rossz indulatú megbetegedése van, mert ha elkezd valaki szedni egy ilyen gyógynövény készítményt, vagy valamilyen fitoterápikumot, vagy akármilyen más gyógyszert úgy, hogy esetleg orvos nem látta, akkor elfedhet olyan betegségeket, mondjuk rossz indulatú betegséget, ami esetleg az idővel sokkal rosszabb stádiumba, vagy előre haladottabbá válhat, mert esetleg a tüneteit valamelyest enyhíti ez a kezelési lehetőség, ha nem járt előtte doktornál és magától szed gyógyszert, és nagyon sok betegnél sajnos tapasztaljuk azt, hogy ő már szedett ilyen meg ilyen gyógyszert, és úgy jön a rendelőbe, hogy hát valamennyi ideig használt, azt utána nem, és most már rászánta magát arra, hogy eljön. Tehát ezekért fontos azt elmondani, hogy nagyon jó, hogyha az embernek van valamilyen panasza, hogy időbe keressen fel orvost, és ez 50 év felett, mivel a prostata nagyobbodás, prostata daganat előfordulása gyakoribb, 50 év felett mindenképpen indokol. Nyilván, hogyha nincsen semmi elváltozás a háttérben, azt mondjuk, hogy kicsi a prostatája, a hólyagja jól kirül, nem marad vissza vizelet a hólyagban, és nincsenek éjszakai vizelési problémái, akkor időnként egy megfigyelő vizsgálat, ellenőrzés az még hasznos lehet. Ha már említette a gyógyszereket, ezek a gyógyszerek esetleg arra is alkalmasak, hogy ahogy tüneti kezelésre alkalmasak, viszont esetleg elfedik azt a jellegű panaszt, amivel esetleg már nem megelőzhető egy inoperábilis. Így van. Daganat. Hát egy prostata daganatnak ugyanolyan vizeletürítési panaszokat okozó tünetei lehetnek, tehát lehet gyakori vizelési inger, sűrűbben kell menni pisilni, vékonyabb a vizeletsugár, erőlködik az ember, szakaszosan vizel, nem ürül ki úgy a hólyagja, úgy érzi, hogy elment pisilni, és még mindig marad valamennyi vizelet a hólyagban, tehát van egy ilyen inkomplet vizeletürítés érzése, és ez ugyanúgy okozhat daganat is,
meg ugyanúgy egy jó indulatú prostata megnagyobbodás. Ha jó indulatú prostata megnagyobbodása van, és azt nem kezeljük, nem látjuk el időben, akkor azzal még nincs akkora baj talán, de az életminőségét az is befolyásolhatja az embernek. Viszont hogyha a daganattal várakozunk hosszabb időn keresztül, akkor már valóban a gyógyító jellegű beavatkozástól esik el az illető, és esetleg nem kerül időben felismerésre a daganat, csak akkor, amikor már csak tüneti kezelést tudunk adni. Hogyan történik egy ilyen vizsgálat? Ugye, mindenki fél az urológiai vizsgálattól, mert pontosan. Azt mondják, hogy ott tükrözés van, meg nagyon fájdalmas a prostata vizsgálat. Ultrahangon keresztül gyakorlatilag az urológiai vizsgálat abból áll, hogy megvizsgáljuk a vesetájékokat, megtapintjuk a hasat, megvizsgáljuk a nemi szerveket, ez egy tapintásos fizikális vizsgálat, ez az alap része az urológiai vizsgálatnak, plusz megnézzük a prostatát. A prostata, mivel a medence fenéken helyezkedik el a hólyag alatt, gyakorlatilag végbél felől vizsgálható, onnan emiatt van egy végbél vizsgálat gyakorlatilag, amikor megvizsgáljuk a prostatának a méretét, ebből meghatározzuk, hogy körülbelül milyen nagy, milyen a tapintási lelete, milyen az érzékenysége a prostatának, milyen a tömötsége. Ezekből mi következtetünk arra, hogy van-e prostata megnagyobbodás, van-e esetleg valami gyulladásos eltérés, van-e tapintással felvethető gyanú daganatos megbetegedésre. Tehát nagyon sok információt lehet ebből kapni. Nagyon sok beteg mondja, hogy nem találtak-e még fel olyan vizsgáló eljárás, hogy ezt a vizsgálatot el lehetne hagyni, mert azért ez kellemetlen. Az ultrahangos vizsgálat az nem... Ultrahangos vizsgálat kellően... is létezik, de a prostata vizsgálatnak a végbélen keresztül elvégzett újjal történő vizsgálat. Gyakorlatilag ez fontos feladatok, fontos szerepe van azért az urológiai vizsgálatban, tehát még nem találták fel azt az ultrahangot, ami ugyanolyan tapintási érzékenységet tudjon adni, mint az embernek az ujja. Az ultrahang vizsgálat azért fontos, hogy ellenőrizzük esetleg a veséknek az állapotát, hogy vizelt leürülési zavar van esetleg. A hólyag nyakon elhelyezkedő prostata, mint mondtam, összenyomja a húgcsövet, és ezáltal vizelt kiürülési zavart okozhat, visszamaradhat vizelt a hólyagban. Azt megnézzük, hogy marad-e vissza vizelet, mennyi annak a vizeletnek a mennyisége, ha túl sok vizelet marad vissza a hólyagban, akkor valószínűleg műtétre van szükség. Ha kevesebb vizelet mennyiség marad vissza, akkor esetleg konzervatív, egy gyógyszeres kezeléssel még a betegség befolyásolható. Ez a jó indulatú prostata megnagyobbodásokra vonatkozik. Nyilván ahhoz, hogyha fölmerül, hogy valakiben daganatos megbetegedés van, akkor az ember az alapján dönti el, a vizsgálat alapján, hogy mikor merül fel, hogy milyen a tapintása a prostatának, tehát kell hozzá az újra történő vizsgálat. Csináltatunk vérből egy vizsgálatot, egy prostata specifikus antigént, ami bizonyos esetekben megemelkedik. Általában daganatos betegekben 90%-ban megemelkedik ennek az értéke, de vannak olyan helyzetek, gyulladás, prostata nagyon nagy mérete, eszközös beavatkozások, amikor szintén magasabb lehet ennek az értéke, tehát ez egy jó szűrő mérték, de nem tökéletes sajnos ahhoz, hogy a prostata rákot egy picit a gyanú esetén ezt azt mondja, hogy egyértelműen igazolja. Ha ez a kettő, a vizsgálat és a PSA érték magas, akkor általában egy végbélen keresztüli ultrahangot is szoktunk elvégezni, amivel meg tudjuk határozni prostatának a méretét és a szerkezetét. Bizonyos daganatok esetében jellemző lehet a prostata ultrahangos képe, és ez nagyon jó képet mutat a prostatáról, az ultrahang szerkezeti kép. Ennek a három alapján dönti el azt az urológus, hogy itt felmerül a gyanú egy prostata daganatra, és ekkor javaslunk a betegnek egy szövettani mintavételt, egy biopsziát, ami gyakorlatilag ugyanezzel az ultrahanggal történik, végbélen keresztül gyakorlatilag helyi érzéstelenítésben, kényelmetlen, kicsit kellemetlen az egész beavatkozás, és az ebből kapott szövettani eredmény biztosítja egyértelműen és igazolja azt, hogy valakinek prostata rákja vagy rákos megbetegedése van. Nyilván mindenkinek más a fájdalom küszöbe és az inger küszöbe. A ultrahang vizsgálattal egybekötött prostata szövettani mintavétel van, akinél kellemetlenebb, ha kell, akkor ezt lehet egy rövid altatást elvégezni, vagy valóban legtöbbször helyi érzéstelenítésben ez megoldható, és nem okoz akkora kellemetlenséget. Ezzel igazolható valóban a daganat előfordulása a prostatában. Mennyien jelennek meg a vizsgálatokon, és a kampánynak a hatása érezhető-e már? Általában a kampányok után mindig többen jelennek meg vizsgálaton, és ilyenkor egy kicsi íve van a betegek megjelenő számának, aztán később ez lelanyhul, és gyakorlatilag elfelejtődik a kampány. Fontos az, hogy az maradjon meg bennünk, hogy
az a fontos, hogy figyeljünk oda magunkra annyira, hogy valóban ezekben a korosztályokban gyakorlatilag gyakrabban fordulnak elő ezek a betegségek, és évente menjünk el egy urológiai vizsgálatra, hogyha esetleg panaszunk van, akkor meg egyértelműen mindenképpen, és ne várjunk arra, hogy majd ezek a panaszok rendbe jönnek, hanem akkor nézzünk utána, hogy a háttérben esetleg milyen elváltozások vannak. A prostata probléma, a vizelési problémák mellett mely szerveinkre lehetnek hatással, negatív hatással, illetve esetleg a nemzőképességre is negatívan hat ez a fajta probléma? Természetesen. Tehát főképpen ugye a nemzőképességi problémák azok fiatalkorban 20-tól 40-50 éves később is szerepet játszhatnak. Fiatalabb korban általában a prostata gyulladásos betegségek azok, amik panaszokat okozhatnak, de nagyon sokszor tünetmentesen is lehet prostata gyulladása valakinek, ami a meddősséget befolyásolja és a kialakulásában szerepet játszhat. Nagyon sokszor találkoztunk andrológiai vizsgálatok kapcsán, akik jelentkeztek férfiak, hogy esetleg családot szeretnének, és rossz volt a gyakorlatilag a termékenységi fertilitása, megtermékenyítő képessége az illetőnek, ennek a hátterében gyulladásos kórokok előfordulhatnak. És ezek a gyulladásos tényezők nyilván a meddőségi kórképeket erősíthetik, de ugyanakkor sok panaszt is okozhatnak. Tehát akinek egyszer egy prostata gyulladása volt, az alhasi fájdalommal, heretály érzékenységgel, ugyanolyan vizelési panaszokkal, gyakori sürgető vizelési ingerekkel, égő vizelésekkel járhat együtt, aminek a hátterében nagyon sokszor az ülő életforma a nem kellő odafigyelés, mondjuk a megfázások szintén nagy szerepet játszanak, ezért fontos, hogyha fiatalkorban is azért odafigyelünk magunkra, ha ilyen panaszok vannak, akkor nyilván urológiára kell menni, de ez a korosztály nyilván nem az a terület, ahol szűrővizsgálatra el kell menni, hanem akkor, hogyha valakinek tünete vagy panasza van. Ha már újra szóba került ugye az ülő életmód, van arra lehetőség, hogy esetleg az ülő életmód ellen akár egy férfi intim tornával vagy hasonló gyógymóddal? Így van. Ez nagyon jó. Veszprémben erre van is lehetőség. Vannak gyógytornászok, akik speciálisan ezzel foglalkoznak, hogy időt prostata tünetekkel foglalkoznak, és gyakorlatilag ezen tudnak segíteni. Az ülő életforma azért nagyon döbbenetes, mert egyre több fiatal ember is jelentkezik alhasi panaszokkal, heretályérzékenységgel, vizelési panaszokkal, és a számítógép következtében gyakorlatilag nagyon sok foglalkozás oda van betonozva az ember, foglalkozásban oda van betonozva a monitor elé, és 12 órát, 10 órát, 8 órákat ülnek az emberek. Ha ilyen van, akkor legalább óránként, két óránként érdemes fölállni, és egy 10-20 guggolást megcsinálni, akinek jó a térde, hogy a medence fenék keringése jó legyen, mert egy állandó vénás pangás van ott, ami önmagában már egy görcsös állapotot, alhasi panaszokat okozhat, és egy herébe kisugázó fájdalmakat, és ez sajnos nem jó ugyanúgy nyilván az életmódban sem, a életminőségét befolyásolhatja az embernek. Nagyon sokszor valóban gépkocsi vezetők, informatikusok jelentkeznek ilyen panaszokkal, és a háttérben más nincs, mint csak maga az életforma. És egyre több ember foglalkozik számítógéppel, egyre többen ülnek íróasztal mellett, és emiatt sajnos az nem egy ideális dolog. Így lehet ezen változtatni, ha az ember legalább mozog, vagy naponta legalább egy 15-20 percet megpróbál aktívan kocogni, putni, ami szintén hasznos lehet ilyen esetekben. Ha nem tud a gép mellől fölállni, vagy nem tud esetleg vezetés közben megállni, akkor óránként, két óránként egy 10-20 guggolásra lehet ezen segíteni. Megfelelő időben észlelt prostatarák milyen gyógyulási esélyekkel indul neki a beteg ilyenkor? Tehát ha az ember korán jelentkezik orvosnál és korai stádiumban felismerésre kerül a daganat, akkor gyakorlatilag műtéttel a betegség, a rákos megbetegedés gyógyítható. Ehhez az kell, hogy maga a daganat szerven belül helyezkedjen meg el, és ne adjon távoli áttéteket, tehát amikor még nem rendszerbetegség. Ilyenkor a prosztata és a rondóhólyag eltávolításával gyakorlatilag, ha korai stádiumban történik a műtét, akkor gyógyulást lehet elérni.
Ezért fontos az, hogy az ember időben elmenjen, a PSA vizsgálattal, a prostata vizsgálattal, az urológiai vizsgálattal ezek a dolgok kiszűrhetők időben, és akkor nem arról van szó, hogy olyan fázisban jelentkezik valaki vizsgálatra, amikor már csak tüneti kezelést, gyógyszeres kezelést tudunk adni. Ha sajnos maga a daganatos betegség már annyira előre haladott, hogy nem operálható úgy, hogy teljesen eltávolítjuk a prostatát és az ondóhólyagot, tehát végleges gyógyítás nem érhető el, akkor átmeneti tüneti kezelések jönnek. Ha vizelt elakadás alakul ki, akkor húgycsövön keresztüli prostataműtét elvégezhető, hogy a beteg tudjon pisilni. Vannak bizonyos gyógyszeres kezelések, amik a daganatnak a növekedését lassítják, egy darabig megszüntetik, de sajnos ezek is csak átmeneti kezelések, tehát egy idő után a bizonyos daganatos sejtek hozzászoknak ehhez a gyógyszeres kezeléshez, és olyan daganatos sejtvonalak kezdenek el szaporodni, amelyek már erre a kezelésre nem érzékenyek, és ezért van a állandó futása a doktornak a betegség legyőzésére, hogy azokat a sejteket megfogja, de sajnos a lehetőségeink korlátozottak, amik ilyenkor a rendelkezésünkre. Tehát alapesetben a szerven belül van a probléma, ha a szerven van esetleg, akkor az már a ha a szerven túlterjedt, tehát ahogy mondtuk, hogy a prostata a hólyag alatt helyezkedik el, és keresztül megy rajta a húgcső, gyakorlatilag a prostatát egy tok veszi körül, hogyha ezen a tokon túlterjed a daganat, ami mondjuk egy műtét kapcsán szövettanilag már igazolható, akkor ez egy magasabb stádiumnak felel meg a prostatarák tekintetében, tehát akkor ez egy magasabb kockázati csoportnak felel meg. Ha belül van még maga a daganat, ilyenkor jobbak a túlélési esélyek, tehát ilyenkor a daganatos túlélés hosszabb távú esélyei jobbak. Ha azon túl megy már, akkor lehet, hogy utókezelés szükséges még később a műtét után, esetleg besugárzás vagy gyógyszeres kezelés még erre. Különböző kombinált kezelési lehetőségek vannak természetesen a betegség adott stádiumának megfelelően, amit alkalmazunk jelenleg is. Mióta lehetőség van arra, hogy ultrahangvezérelten célzottan tudjunk a prostata bizonyos meghatározott területéről szövettani mintát venni, azóta jóval nagyobb számban tudunk radikális műtéteket végezni, tehát olyan műtéteket, ami gyógyító a beteg számára. Mondjuk egy 15 évvel ezelőtt jóval kevesebb beavatkozást végeztünk mi is az osztályon. Most gyakorlatilag 10 év óta van lehetőségünk ilyen szövettani mintavételre. Azóta lényegesen megemelkedett ezeknek a műtéteknek a száma, és hála Isten a gyógyult betegek száma is a beavatkozás kapcsán. Ezek a beavatkozások itt is történnek a Veszprémi Urológiai Osztályon, tehát saját tapasztalatokról is be tudunk számolni. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és tájékoztatta a betegségről, szívesen, és a vizsgálatról férfi nézőinket, és ezúton is felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a saját egészségük érdekében figyeljenek oda jobban magukra. Köszönjük még egyszer. Én is köszönöm. A Balaton Turizmus Szövetség elnökségi és felügyelőbizottsági tagjai számoltak be az elmúlt év eredményeiről. Megválasztották az új elnökséget, akik a megkezdett munka hatékony folytatását tűzték ki célul. Beláttuk azt, hogy régiós szintű összefogásra van szükség. Közös gondolkodásra és együttműködésre volt szükség a turizmusban a régiós széttagoltság miatt. Az összefogást kiválóan példázza a 3 éve alakult szervezet, mely a balatoni turisztikai egyesületeket tömöríti, és mára a Balaton idegenforgalmának jelentős szereplőjévé vált, mondta Hoffmann Henrik, a Balatoni Regionális TDM Szövetség elnöke Tihanyban, az elnökségi beszámolójában. A szövetség közgyűlésén Fekete Tamás alelnök kiemelte összegzésében a 2014-ben tavasszal és ősszel is sikerrel megrendezett Nyitott Balaton programsorozatot, mely nagy média visszhangot váltott ki. A helyi és országos médiumok éves szinten biztosították a Balaton népszerűsítését. Elérték kezdeti célkitűzéseiket a rendezvényekkel, hogy új szezonokat teremtsenek a Balatonnál a nyári szezon hosszabbítás helyett. A Balaton kínálata pedig régiós turisztikai termék lett, mondta. A leköszönő elnökség sikeresnek ítélte meg az elmúlt 3 évet, elismerve azt is, hogy az új vezetőségre számos megvalósítandó feladat vár. Forsthoffer Ágnes, a felügyelőbizottság leköszönő tagja számolt be az elmúlt évben végzett munkájukról, és bemutatta a szövetség pénzügyi helyzetének alakulását. A közgyűlésen újra választották a szervezet eddigi elnökét, Hoffmann Henriket,
a Siófoki Fürdő Egylet képviselőjét. Elmondta, ugyanilyen lelkesedéssel és nagyobb hatékonysággal kívánják végezni a munkájukat a jövőben. A legfontosabb feladatnak továbbra is a turizmus törvény megalkotásának elérését tartja, mely előkészítéséhez a szövetség aktív szakmai részvételt biztosít. Azt gondolom, hogy változatlanul ugyanaz maradt a legfontosabb feladat, ami az elmúlt három esztendőben volt, és amit sajnos nem tudtuk sikerrel teljesíteni, ugye elérni azt a hazai politikánál, hogy a 25 éve szakmának adós turizmus törvényt ilyen értelemben megvalósítsa, létrehozza. Az ehhez történő szakmai javaslatok benyújtása, illetve ezek hatékony képviselete az, ami a szövetség legfontosabb feladatát jelenti, hiszen a TDM szervezetként, vagy destinációs menedzsment szervezetként a fenntarthatóság megoldása az, ami egyébként a továbbiakban az operatív képzelések megvalósításában is segítheti a munkánkat. Ez a törvény, ez miben segíteni a balatoni turizmus? Ugye Magyarországon nincs a turizmus irányítására vonatkozó igazi elképzelés. A turizmus irányítás szintje ugye jelenleg az önkormányzatoknál van, és ugye azt látjuk itt a Balaton régióban, hogy a Balaton régió legnagyobb problémája ma már nem az attrakciószegénység, nem a szolgáltatások silány minősége, hiszen jó szolgáltatók működnek, és én azt gondolom, a tó természeti szépsége és az azt körülvevő infrastruktúra is már alkalmas arra, hogy nemzetközi szinten is versenyképes legyen a Balaton, mint turisztikai termék. Azonban ugye a jelenleg a turizmus irányító önkormányzatok a lényegüknél fogva tulajdonképpen alkalmatlanak a turizmus irányítására, hiszen a globális turizmus piacán ma már térségek versenye zajlik, és ezek az önkormányzatok ugye térségben nem tudják, nincs olyan szövetségi rendszer, amely térségben tudnák elképzelni a turizmus irányítását. Mindenki saját maga teszi a dolgát, jobban, hol alkalmanként rosszabbul. És én azt gondolom, hogy ennek a távolságok áthidalásának, a valóban régióvá történő formálásának, a Balatonnak ugye az áloga csak a turizmus törvény lehet. A két alelnök a balatonföldvári Fekete Tamás és a keszthelyi Tar László lett. Az elnökség tagjai közé választották többek között Semsei Sándort, a Balaton Riviera Turisztikai Egyesület elnökét. A tagszervezetek küldöttei a felügyelőbizottságot is megválasztották, melyben Dudás Zsolt, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület tagja ismét helyet kapott. 2015-ben is fontos projekt a május 1-e és 11-e közötti időszakra tervezett Nyitott Balaton program sorozat. Tavalyi év végén Badacsonyban tartottunk egy munkamegbeszélést, amelyen a tagságunk jelentős részre, azt mondhatnám, szinte 100%-a megjelent. Ott hoztunk egy olyan közös döntést, amely szerint idén is meg szeretnénk rendezni a Nyitott Balaton projektet. Időpontot is meghatározott erre a közösségünk, amely május 1 és 11-ét jelölte ki, vagyis az e közt található időpontot, időszakot. Én arra szeretném kérni tisztelettel a közgyűlést, hogy ezt az elhatározást, ezt a szándékot egy közgyűlési határozattal is erősítsük meg, valamint arra szeretném kérni a közgyűlést, hogy hatalmazza fel az elnökséget arra, hogy a Nyitott Balaton projekttel kapcsolatban tárgyalásokat kezdeményezhessen az eddigi és már meglévő és a jövőbeni partnereinkkel, különös tekintettel egyeztetéseket kezdeményezhessünk a Magyar Turizmus ZRT-vel is a tavaszi projekt kapcsán. Ennyi fért a közügybe. Kollégáim nevében köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!